Igen, kérünk Jézus, csak látogass meg bennünket ma, és adj mindannyiunknak valamit, kérlek. Segíts nekem és nekünk, és igen, mindannyiunknak, kérlek. Csak hadd lássunk, hadd halljunk valamit, ami megváltoztatja az életünket. Csak hadd tekintsünk te rád. Kérlek, csak adj nekem szavakat, és adj mindannyiunknak halló füleket, és nekem is egy halló szívet. Amen. Szeretnék valamit megosztani, amit én így tanulok, így mostanság, és úgyhogy kérlek, ne úgy vegyétek, hogy most úgy mondom, mintha én ebben így olyan király lennék, meg mit tudom én, hanem hogy csak valami, amit én tanulok, és amit szerintem mindannyiunk számára nagyon fontos. Úgyhogy kérlek, lapozzatok velem római levélhez, a 7. fejezethez. És a 21. verstől olvasnám. Jaj, kérlek, áld meg is semmit. Én azt mondja, hogy azt a törvényt tanálom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Valaki ezzel van még így, vagy csak én, vagy valaki? Jó, akkor jó. Akkor jó hallgatóságunk van ma. Azt mondja Pál apostol, hogy azt a törvényt találom magamból, hogy miközben jót akarom tenni, csak rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint. Wow. De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Milyen jó kérdés. Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemben azonban a bűntörvényének. Itt két dolgra szeretném csak felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy a 21. versben azt, hogy jót akarom tenni, de a rosszra, azt mondja, hogy de csak a rosszra van lehetőségem. Próbálunk jókat cselekedni, így jól tenni az életbe, úgy menni a jó irányba, de valahogy legalábbis nekem így nem szokott összejönni. Így azt mondja a 119. Zsoltár, hogy a lelkem a földhöz tapad, de eleveníts meg engem a te igéd által. Illetve egy másikra szeretném még felhívni a figyelmet, azt mondja, hogy ugye kérdezi, hogy ki szabadít meg ennek halálnak ennek a testéből. És azt mondja, hogy hála legyen Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus, és itt kontrasztba hoz két dolgot. Azt mondja, kontrasztba hozza saját magát, azt, hogy ő mennyire egy módon szeretne jót csinálni, de képtelen, és aztán Jézus Krisztus, mint szabadítót. És ezt szeretném mondani ma, hogy lapozzunk át még a Márk evangéliumához, és a 10. fejezethez. És olvassuk 17. verstől kezdve, itt is olvasok néhány verset. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá, miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne taniskodj hamusan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig ezt mondta neki, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És itt ez a vers, 21. Jézus pedig rátekintett, és szerette őt. És ezt mondta neki, egy hiányosságod van még, menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennybe. Aztán jöjj, és kövess engem. És ezt mondja Jézus, hogy itt van a rejtély. Ennek a rejtélye, hogy van ez az örök élet, hogy azt tartsd meg a parancsolatokat, és azt mondja, hogy persze megtartottam, de biztos vagyok benne, hogy legbelül tudta, hogy azért annyira nem jött össze neki ez, hiszen azért jött Jézushoz, mert kérdezte. Mert ugyan meg tudta, hogy ezek a parancsolatok, és meg kell tartani őket, de látta, hogy valami hiányzik, ezért jött Jézushoz. És ezt látom magamban, és szerintem mindannyian egyet tudunk érteni, hogy vannak bennünk jó kívánságok, de valahogy, hogy mikor ezeket így megpróbálnánk így kimunkálni, akkor valahogy azt mondja Róma 7, hogy csak a rosszra van lehetőség, hogy azt mondja, a rossz az mindig közel ott van mellette. És erre hívott el mindannyiunkat Jézus, és ezt ne úgy vegyétek, mint hogyha ez a mi cselekedeteink lennének, hanem ez Isten kegyelme felénk. Ez Isten kegyelme, hogy arra hívott el, hogy azt mondja, hogy oszd szét, amit van, és kövess engem. Azt mondja, hogy add el. Azt mondja, hogy vedd fel a keresztet, és azt mondja, hogy add el mindent, amit van. Nem csak a rosszat kérem tőled, hanem a jót is. Azt mondja, hogy add el mindenedet, amit van. És gyere és kövess engem. És azt mondja, hogy ebbe van az élet. Hogy Jézus Krisztusnak az élete. Azt mondja, Róma 5 arról beszél, hogy ha mikor még ellenségei voltunk Istennek, akkor tizedik vers, mert akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Hogy erre vagyunk elhívva ebbe a világba, hogy Jézust kövessük teljes szívvel, és hogy adjunk el mindent, nem csak a rosszat adjuk neki oda, hanem a jót is. Mert azt mondja, hogy amíg próbálod a jókat cselekedni, amíg azt hiszed, van bármi jó cselekedet benned, addig ennek Jézus élete nem lesz ott, mert a saját cselekedeteid ott vannak, és mellette ott van a rossz. De azt mondja Jézus, hogy erre hívott el mindannyiunkat, hogy menjünk, és legyünk vele. És ennek az a kulcsa, amit itt Márk 10-ben olvastunk, az első felébe a versnek. Mielőtt azt mondja, hogy add el mindenedet, azt mondta 21. versben, mikor rátekintett, akkor szerette őt. És ez a kulcsa az egésznek, hogy miért? Uram, hát nem látod, hogy bennem vannak jó dolgok, és azért én nagyon jó dolgokkal vagyok megáldva, meg hát azért vannak jó ajándékaim, meg minden. És Isten azt mondja, nem, ez nem ez a fontos. Ránézett, és szerette, és azt mondta, add el mindezt, és kövess engem. És erre vagyunk elhívva, én erre vagyok elve, és mindannyian, hogy úgy éljünk ezen a földön, hogy Jézus élete legyen bennünk így kinyilvánítva, és mi is az ő életét éljük. Hogy erről szól, erről szól követni Istent, hogy nem megtartom, nem ott maradok a jó és a rossz tudásának a fájánál, hogy ez most jó, ez most nem jó, most ezt teszem, vagy azt teszem, hanem erre hívottál, hogy menjünk az élet fájához, és János 6-ban erről beszél Jézus, hogy gyertek hozzám, és egyétek az én testemet, és az életnek a kenyere. És aki belőle, mert azt mondja, hogy egyétek ezt, és János 4-ben, hogy azt a vizet, amit én adok, soha meg nem szomjúhozik. Úgyhogy csak erre bátorítom mindannyiunkat, hogy Jézus erre hívott el mindannyiunkat, hogy ne ragadjunk le a jó és a rossz tudásának fájánál, hogy ez most jó, ha ezt teszem, vagy nem, vagy hogy igyekszek itt most jókat cselekedni. Azt mondja, nem, hanem hogy felejtsd el önmagadat egy módon, felejtsd el, és gyere, kövess engem. És amikor ezt tesszük, amikor Jézus követjük, akkor az ő élete ott lesz bennünk, és ez fog sok gyümölcsöt teremni. De az egésznek ez a kulcsa,
hogy mielőtt ezt így Jézus így megmondná nekünk, akkor így ránk néz, és szeret minket. És utána mondja, hogy add el mindenedet, és kövess engem. Úgyhogy éljük ezt Isten kegyelméből. Jó, amen. Köszönjük, Zsombor. Igen, igen. Jézus élete. Köszönjük. Figyeljetek, itt van velünk Pászor Zsülián is Kolozsvárról, és megkértem, hogy ő is szolgáljon felénk így az igével, és nagyon sokan ismeritek őt. Pászor Zsülián itt Budapesten tért meg, itt járt bibliaiskolába, itt pallérozódott, és most egy csapattal Kolozsváron van, és a múltkor, amikor találkozunk, olyan jó volt így hallani a hitét, meg tényleg azt, amit így Isten benne munkál, úgyhogy nagyon jó, hogy itt vagy. És Feri, gyere majd fordítani, és Julien, gyere, és oszd meg velünk az igéből. Gyere csak! So good to be here. Nagyon jó itt lenni. And I bring greetings from Cluj. Üdvözletet hozok Kolozsváról. My brother Daniel, he was also here in the Bible College. A testvérem Daniel vagy Daniel, aki itt volt a bibliaiskolában. They came back from Zimbabwe. They were there for 10 years. Visszajöttek Zimbabwéből, 10 évig voltak ott. And now they are with us in Cluj. És most ott van, okay, és most ott vannak velünk Kolozsváron. So they're like it's I don't know how to say that. It's a little bit slow in Cluj. Nem tudom, hogy mondjam ezt, egy kicsit olyan lassú ott Kolozsváron. But in the same time we have a lot of fruits. De ugyanakkor sok gyümölcsöt látunk. So about 2 years ago, körülbelül 2 évvel ezelőtt, the Baptist churches they just came to us. Baptista gyülekezetek hozzánk jöttek. And they asked us to help them with the evangelism. Kértek minket, hogy segítsünk nekik az evangelizációban. And also with the discipleship. És a tanítványképzésben is. So now we do a lot of training and evangelism in maybe 5 cities. És most sok kiképzést csinálunk, meg evangelizálunk olyan 5 városban. And I really love to see that how God is working. És nagyon szeretem látni, hogy hogyan cselekszik Isten. I'm telling you, I felt a little bit guilty about that. Elmondom, én egy kicsit bűnösnek éreztem magam ebben. That I am a church planter, you should plant a church here. Hogy én egy gyülekezet plantáló vagyok, nekem alapítanom kéne egy gyülekezetet itt. But then I have peace from God. De aztán békességem volt Istentől. That really we help the kingdom, we build the kingdom of God. Hogy segítettünk építeni Isten királyságát. And we have a lot of disciples. És sok tanítványunk van. And we have a lot of divine appointments. És sok Isten által szervezett találkozásunk van. And I thought in Galatians chapter 5. És nézzünk a Galata 5. részébe. In verse 16. A 16. versben. I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Azért azt mondom, szellem szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez. It's amazing. Ez csodálatos. That we are the temple of the Holy Spirit. Hogy mi a Szent Szellem temploma vagyunk. And the Holy Spirit lives in us. És a Szent Szellem bennünk él. But he gives us the opportunity. De ő lehetőséget ad nekünk. That we walk with him. Hogy mi vele járjunk. That we choose to be filled with the Spirit. Hogy úgy döntsünk, hogy betelünk Szent Szellemmel. So if you take a cup. Ha veszel egy poharat. And you fill it with water. És megtöltöd vízzel. It's still not full. Az még mindig nincs tele.
You know, if you leave it like that, ha úgy hagyod, probably will, you know, will become warm and then will stink. Valószínűleg egy idővel után meleg lesz, aztán még szaga is lesz. But if you leave it under the top, de hogyha ott hagyod a csap alatt, and then you let the water run, és folyatod rá a vizet, and it's running over, akkor az túlcsordul. It's always fresh, és mindig friss. So this is like walking in the spirit and being filled with the spirit. Tehát ilyen az, amikor szellemben járunk és be vagyunk telve a szellemmel. It's the time when we the Holy Spirit ministers to us. Ez az idő, amikor a Szent Szellem szolgál nekünk. And then through us ministers to other people. És rajtunk keresztül pedig más embereknek szolgál. And through us ministers to God. És rajtunk keresztül Istennek szolgál. So we choose every day. Mi minden nap döntünk. You know, as to be filled with God, to be filled with the Holy Spirit. Hogy beteljünk Istennel, hogy beteljünk a Szent Szellemmel. And you know, discipleship. A mi tanítványképzésünkben. It's amazing. Az döbbenetes. You cannot do that in the flesh. Ezt nem lehet a testben csinálni. I mean, you can do it, but it's not working. Persze lehet, csak akkor nem működik. You know, it's just the Holy Spirit fills us with God's love. Ilyenkor a Szent Szellem betölt minket Isten szeretetével. And that changes people's life. És ez megváltoztatja az emberek életét. It's something like I love people through the Holy Spirit of God. Ez olyan, hogy én szeretek is embereket Isten Szent Szelleme által. And I remember once I was telling one person on the street. És emlékszem egyszer álltam egy emberrel az utcán. I love you. És mondtam neki, hogy szeretlek. And the person said, how can you love me? You don't know me. Azt mondta, hogy szerethetsz engem? Nem ismersz engem. And I said, yes, I don't know you. És azt mondtam, hogy igen, nem ismerlek téged. But God knows you. De Isten ismer téged. And God who lives in me. És Isten, aki bennem él. Loves you. Szeret téged. And this is the way how we evangelize. És így evangelizálunk mi. This is the way how God prepares people for us. Így készít fel Isten embereket számunkra. This is how we preach or we teach. Így prédikálunk és így tanítunk. That we love people. Úgy, hogy szeretünk embereket. We are loved by God. Isten szeret minket. And then we love people. És aztán mi szeretünk embereket. And I thought about the blind man in John chapter 9. És gondolkodtam a vakemberről a János 9. részében. It was interesting. Ez érdekes. In verse 25 he says. A 25. versben azt mondja. So I don't know if this man is a sinner. He was speaking about Jesus. Azt mondta, hogy nem tudom, hogy ez az ember bűnöse, ezt mondta Jézusról. But one thing I know. De egy dolgot tudok. I was blind. Vak voltam. And now I see. És most látok. So walking in the spirit. Tehát amikor szellemben járunk. It's like that. Az ilyen. You know, I was blind. Vak voltam. And now I see. És most látok. I was empty. Üres voltam, but now I'm full with God's love. És most tele vagyok Isten szeretetével. I was in the darkness, lost. A sötétségben voltam, el voltam veszve. But now I'm found and I'm in God's kingdom. De most meglettem találva és Isten királyságában vagyok. I had no purpose. Nem volt célom. But now I have an eternal purpose. De most van egy örök célom. And imagine that. You know, that man going to the pool, washing his eyes, his face. Képzeljük el azt az embert, aki megy oda a fürdőhöz, vagy a tóhoz, és megmossa az arcát. And he opened his eyes. És kinyitja a szemeit. And he starts seeing. És elkezd látni. You know, he starts seeing the birds. Elkezdi látni a madarakat. You know, he starts to see the trees. Elkezdi látni a fákat. The people. Az embereket. Everything is new for him. És minden új neki. And it's so beautiful. És olyan gyönyörű. And he is so amazed. És ő teljesen el van ámulva. And then later he met Jesus. És aztán később találkozik Jézussal. And Jesus revealed himself to him. És Jézus megmutatja, felfedi magát előtte. And then he worship him.
ő pedig imádja őt. And imagine after that, és képzeljük el ezután, that he says, hogy azt mondja, oh, I want to go back. Oh, én vissza akarok menni. And he closes his eyes. És becsukja a szemét. And he tried to live the life like he lived before. És próbál olyan életet élni, mint az előtt. But he cannot stay like that. De nem, már nem maradhat így. Because he has something new. Mert van valami új neki. He experienced God's love. Átélte Isten szeretetét. He now can see. Most már lát. And that's when we taste that life in the spirit. És amikor megízleljük ezt az életet a szellemben. You know, sometimes the flesh will challenge us. Néha a test kihívásokat jelent számunkra. You know, the world will put pressure on us. A világ nyomásokat helyez ránk. The enemy will come and tempt us. Az ellenség jön és megkísért minket. And we might be discouraged, might be depressed sometimes. És lehet, hogy elcsüggedünk, néha kicsit depressziósak leszünk. But then I remember. De aztán emlékezem. I was blind. Vak voltam. But now I see. De most látok. I'm not alone. Nem vagyok egyedül. I'm with the Spirit. A szellemmel vagyok. The Spirit is with me. A szellem velem van. And I can choose to walk in the Spirit of God. És dönthetek úgy, hogy Isten szellemével járok. Lord, Uram, help me. Segíts nekem. Lord, lead me. Uram, vezess engem. Lord, use me. Uram, használj engem. And you'll do it. És ő meg fogja tenni. You know, it's like meeting people. It's amazing. Tudjátok, találkozni emberekkel, az csodálatos. I love to share this story. Én szeretem elmondani ezt a történetet. You know, sitting at the table. Ott ülni egy asztalnál. With one of my friend and sharing about God. Egy barátommal és Istennel, Istenről beszélni neki. And then someone sitting close to us. És akkor valaki ott közelül hozzánk. And lady, she was listening. Egy hölgy, és ott hallgatott. And then she stood up to go. És aztán fölállt, hogy elmenjen. And then I turned to her and said, do you know that God loves you? És akkor odafordultam hozzá, hogy tudtad, hogy Isten szeret téged? She sit back and said, tell me about that. És visszaült, és azt mondta, hogy na, beszélj nekem erről. And then she received Christ. És aztán befogadta Krisztust. And then she said, és azután azt mondta, I never thought about God. Én soha nem gondoltam Istenre. But yesterday I had an accident. De tegnap volt egy balesetem. Today I came just to, you know, drink a coffee and then go to the police. És kintem egy kávét és mentem a rendőrségre. And I heard you talking about God. És hallottam, hogy te beszélsz Istenről. And about God's love. És Isten szeretetéről. And he said, I prayed in my heart. És azt mondta, hogy imádkoztam a szívemben. If you love me, God. Azt mondtam, ha te szeretsz engem, Isten. If you really exist. Ha tényleg létezel. Tell this gentleman to tell me that you love me. Akkor mondd annak az embernek, hogy mondja azt nekem, hogy te szeretsz engem. So if that is not the Holy Spirit, hogyha there is, you know, no one else. Hogyha a Szent Szellem nem Isten, akkor senki más. You know, he loves us. Tudod, ő szeret minket. And he loves people. És ő szereti az embereket. And he wants to use us. És használni akar he wants minket. To fill us. Be akar tölteni minket. He knows our needs. Ismeri a szükségeinket. The deepest needs. A legmélyebb szükségeinket. He knows our troubles. Ismeri a bajainkat. And he is waiting for us to come to him. És vár arra, hogy hozzájöjjünk. And he says, let me fill you. És azt mondja, hadd töltselek be Let téged. Me minister to you. Hadd szolgáljak neked. Let me speak to you. Hadd szóljak hozzád. So we come by faith. Úgyhogy mi jövünk hitáltal. Lord. Uram. Touch my heart. Érintsd meg a szívem. Lord, use me. Uram, használj engem. Lord, wash me clean. Uram, moss engem tisztára. So just the fact that you came here today. Úgyhogy csak az, hogy idejöttél ma. It's just you ask him, Lord, fill me. Ezzel azt kéred, hogy Uram, tölts be engem. I don't want to go hungry. Én nem akarok éhesen elmenni. I don't want to go blind. Én nem akarok vakon elmenni. But I want to walk with you. Hanem veled akarok járni. Amen. 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 Köszönjük. Olyan jó hallani, Julian, így a hitet, a bátorítást a szavaidból, Zsombort, tényleg tőled, és így, amit így Isten tanít.
Mert Istennek a szelleme ott van az életünkben, és ő mindig tanít bennünket. És nagyon tetszett, amit mondtál, hogy választjuk azt, hogy betöltekezzünk Istennel, hogy választjuk. Zsombor pedig arról beszélt, hogy adjunk el mindent. Úgyhogy itt van a lehetőség. Adjunk el mindent, mindent, ami akadályoz, rossz és jó. És legyünk Jézussal, és legyünk Jézussal. És ő az ő életét adja nekünk. Köszönjük. Köszönjük. Nekem is egy rövid bátorításom van. 2 Korintus 9-nél kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat. 2 Korintus 9-nél is. A 6. verstől a 11. versig gyertek, és így kövessétek velem az igének ezeket a szavait. Ahogy már Isten így is adott nekünk, és ad nekünk folyamatosan, így ezek a versek is Istennek arról szól, hogy milyen is ő, és arról szólnak, ámen, spoilerezem, hogy lehet így, a végén mondom el, elmondom az elején a végét, hova ki akarok lyukadni, ezt még tanulnom kell. De hogy arról szól, hogy milyen is Isten, és milyen is az, amikor távol vagyunk Istennel. És 2 Korintus 9:6-tól, mert tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is aradt. És aki bőven vett, bőven is aradt. Mindenki úgy, ahogy eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jó téteményre, amint megvan írva, bőkezűen osztott, adott a szegényeknek, igazsága örökké megmarad. Aki pedig gondoskodik, hogy a magvetőnek vetőmagja legyen, és kenyere eledelül, arról is gondoskodik, hogy megsokasítsa vetéseteket, és megszaporítsa igazságotok gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez Istennek. Hogy ezekben a versekben, és most felolvastam ezt, de ezek a versek így a 8. és a 9. fejezetnek a kontextusában vannak, ezek a 6-tól 11. versek, és ez így az adásról szól, az adakozásról szól, és arról szól, arra bátorít Isten bennünket, és most egy általánosításban mondom, hogy éljünk egy ilyen adó életet. Éljünk egy olyan életet, ahol így bőven adunk, bőven vetünk. Istennek az erőforrásai így át tudnak folyni rajtunk keresztül. Alapvetően ez az adakozásról szól. Most nem fogok belemenni a részleteibe, de egy adó életről. Mert mikor az adakozásról beszélünk, akkor gondolhatunk az anyagiakról, mert az is része, de ugyanúgy része az időmnek az adása, ugyanúgy része a figyelmemnek az adása, ugyanúgy része az energiámnak az adása, ugyanúgy része a szellemi ajándékaim és az Isten által képességek megosztása másokkal, az is része adó élet. És biztosan, vagy
Feltételezem, hogy hallottátok már ezt a példát, de hogyha Izraelnek a térképére tekintetek, akkor van ott két jelentős tó. Az egyik az a Galileai tó, a másik az a Holt tó, vagy Holt tenger, ugye? És a kettő az ég és föld különbséggel van, pedig mind a kettő táplálkozik a Jordán folyóból. A Jordán folyó, ahogy folyik északra, hozzam kell volna egy térképen, belefolyik a Galileai tóba, és aztán átfolyik a Galileai tavon, és nagyon gazdag, ahogy fogad és elenged, fogad és enged, és fogad és ad, fogad és ad. Tehát ez az elfogadás továbbadásnak a törvényszerűsége működik. És aztán ott van a Holt tenger, amely fogad és nem ad. Fogad és nem ad. És minden halott, minden halott. És erről szól egyébként ez a két fejezet, hogy adjunk bátran, hogy engedjük át magunkon keresztül azokat a bőséges erőforrásait Istennek, mert itt például ebben ezt mondja a 9. fejezetben itt a 8. vers, ez így itt az érvelésnek az egyik sarokköve, hogy mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jótéteményre. Tehát hogy nézek erre az életre, hogy gondolkodok Istenről, hogy gondolkodok az ő természetéről. És itt arról beszél, hogy Isten annyira bőkező, hogy Istennek hatalma van arra, hogy ránk árassza, hogy rád árassza minden kegyelmét. Sőt, azt olvassuk, hogy az evangélium által ez meg is történt. Rád lett árasztva, ránk lett árasztva az ő kegyelme. Két helyre, hogyha nézünk. Az egyik, hogyha megnézzük a természetet, a teremtett világot. Tehát sokszor birkózhatunk ezzel, és nagyon jó beszélgetésünk volt így a házi csoportban, és érintettük ezt a kérdést, hogy bízni az Istennek a jóságába. Bízni az Istennek a jóságába. És hogy ránézünk a teremtett világra, és ránézünk arra, hogy Isten, amit teremtett, azt mondja az első három fejezetben, hogy ez jó. És Jézus azt mondja, hogy egyébként nézzétek az ég madarait, nézzétek a mezőnek a liliomait, nézzétek azt, hogy Isten bőségesen ellát mindenkit. Nézzetek körbe, hogy Isten nem vonja meg az ő kegyelmét, vagy az ő erőforrásait, hanem ráárasztja. Hogy Isten annyira végtelenül jó, és ő annyira végtelenül bölcs, hogy fenntartja ezt a világegyetemet, és ezt a földet bőségesen megáldja, messze túl csordulóan. Gondolkodjatok az ég madarain, gondolkodjatok a mező liliomain, hogy milyen a ti mennyei atyátok. Ez az egyik. De másik. És nézzétek a Golgotai keresztet. Hogy a Golgotai kereszten látjátok, hogy Isten, aki a tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, és a Golgotai kereszten keresztül belátunk az ő szívébe, hogy Isten semmi jót nem tart vissza tőlünk. Hogy Isten semmi jót nem tart vissza. Hogy igen, lehet, hogy nem értem az egész világegyetemet, meg nem értem az életemben is bizonyos dolgokat, és nagyon könnyen az emberi, természeti gondolkodásba idáig látok. És mivel idáig látok, ezért azt mondom, hogy nem látom, hogy Isten hogy lenne ő végtelenül bölcs? Hogy intézne ő végtelenül a világegyetem dolgait és az én dolgaimat? Hogy lehetne az ő gondviselése, az ő gondoskodása túláradó? Mert csak idáig látok. De Jóba, hogy beszélget Istennel, vagy Isten beszélget Jóbról, azt mondja, hogy Jób, te nagyon bele vagy, te mérhetetlenül bele vagy gabajodva a saját gondolataidba. És nagyon sokszor ez van velünk. Annyira elveszünk így a saját körkörös gondolatunkba és az életünkbe. És itt vagyunk bent
És nem látunk. Miközben Isten ránk árasztja minden kegyelmét. És ez az evangéliuma áll a háttérébe annak, hogy vessetek bőven, és ne szűken. Adjatok bőven, anyagiakban, időben, energiában, figyelemben, szeretetben, pazarlóan, bátran, tudva, hogy Istennek gondja van rád, tudva, hogy soha nem tudsz többet adni, mint amit Isten ad. Tudva, hogy Isten kegyelme rajtad keresztül munkálkodik, és rád van árasztva az ő kegyelme. És azért fontos számunkra, és be akarom mindjárt itt fejezni, de hogy azért fontos számunkra ez a bátorítás. Mert azt gondolom, hogy valóban egy olyan kort élünk, és ti segítsetek nekem, hogy így van-e, ahol nagyon-nagyon arra vagyunk bátorítva, hogy nagyon óvatosak legyünk az életünkkel. Nagyon számolgassuk, tartogassuk, őrizgessük, konzerváljuk. Nehogy véletlenül adj, és meg végén ne maradjon. És azt mondja nekünk Isten, hogy nem. Nézz a fiamra. Nézz az ő önfeledtségét, ahogy itt élt a földön, hogy elfelejtkezett magáról, hogy nem önmagának élt, hogy szétosztotta magát. Ez a fiúság. És most gyere, ez itt van a te életedben is. Hittél Jézusban, ez itt van a te életedben is. Lehetsz bőkezű, lehetsz. Nem kell tartogatni az életed, nem kell számolgatnod szüntelen, hanem elfeledkezhetsz. És felejtkezz el magadról, felejtkezz el. Például a könyve azt mondja, van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik. Ez Istennek a gazdasága. Ad, és egyre inkább gazdagodik. És van olyan, aki visszatartja a járandóságot, mégis nagyon szűkölködik. Hívás az emberi bölcsesség. Nem. Én szűken vetek. Én visszatartom. Én óvatos vagyok. Nem, figyeljetek, gyülekezet. Hagy az életünkbe és a gyülekezetünkbe bátran felejtkezzünk el magunkról. Bátran engedjük, hogy Istennek ez az új élete, a Krisztusnak ez az élete áradjon rajtunk keresztül. Engedjük, hogy Isten új utakra vigyen minket. Embereket helyezzen a szívünkre, imádságokat adjon. Tanuljunk álmodozni. Annyira szükségünk van rá. Amikor Ábrahám feltekint a csillagokra, így van, és Isten azt mondja, hogy nézd fel a csillagokra, hogy megszámolhatod-e. Tudod? És ennyi lesz a te magod. És ennyi lesz a te utódod. És Ábrahám azt mondta, adjál már, hiszi a piszi. Ugyan már, adjál már ezzel a balgasággal. Én csak azt hiszem, amit látok. Csak az a biztos, ami az én kezemben van. Csak addig biztos az a téma, amíg én kontrollálom. Nem. Azt mondja, és Ábrahám hitt Istennek. És Ábrahám hitt Istennek. Ez annyira fontos kijelentés volt, hogy utána Pál az egész teológiáját erre alapozta. És Ábrahám hitt Istennek, feltekintett. És azt mondta, Isten, te veled minden lehetséges. Isten, lehet, hogy úgy érzem, hogy be vagyok zárva korlátok közé, mert vannak korlátaim, de azt olvastuk itt, hogy de az Istennek bőven van
kegyelme, hogy ránk árassza az ő kegyelmét, hogy bőséggel legyünk. Én hiszek Istennek, én hiszek neki. És Ábrahám álmodozik. Álmodozik. Ez a hit. Álmodozik. És ez tulajdonítatott neki igazságul. És most egy ilyen atya van nekünk adva. Már úgy értem ebbe a gondolatba, hogy ő a ábrahámati atyátok. A minden hívőnek az atya. Akinek korlátai voltak. Akinek gyereke sem lehetett. Aki emberileg képtelen volt. De elhitte, hogy az Isten, aki elhívott, ő meg is cselekszi. 1 Teszalonikusok 5:24. Hűséges ő, aki elhívott, és ő meg is cselekszi. Ő képes. Ő képes. Ő képes. Úgyhogy mi ez itt az életünkben? Hogy néz ez ki? Emeljük fel a szemeinket. Éljünk egy bátor életet. Ne számolgassuk így szűken a dolgokat. Felejtkezzünk el magunkról, szeressünk bátran. Ezt mondja Péter is, azt mondja a gyülekezetnek, azt mondja, hogy a szeretetben, azt mondja, egymás iránti szeretetben buzgók legyetek. Buzgók. Így van? Csináltál már pasztát, spagettit? Így van? Hogy néz ki a recept? Fogj vizet, tegyél bele sót, forrald fel a vizet, ezt tudom, körülbelül ezt így tudom így. Így van, és hagy buzogjon az a víz. Buzog. Milyen, amikor buzog? Így van, buzog, buzog, buzog. És hogy a szeretetben egymás iránt buzgók legyetek. Miért? Isten miatt. Jézus miatt. Az evangélium miatt. A kegyelem miatt. Mert van, aki megtartóztatja és szűkölködik. És van, aki gazdagon ad, és még gazdagabb lesz. Tanuljuk Jézust, tanuljuk az atyát, jó? Gyülekezet. Járjunk így, bátorodjunk, és erősítsük egymást, építsük egymást, és kezdjünk, és álmodozzunk Istennel. Mit tehet Isten az életemben? Mit tehet Isten? Mit tehet Isten a gyülekezetemben? Mit tehet Isten az életem különböző területein? Álmodjunk Istennel, és adjunk sok teret ő neki az életünkbe, hogy Ábrahám is teret adott. Mert Isten képes arra, hogy rátok árassza az ő kegyelmét, az ő minden kegyelmét, hogy mindenben bővölködjetek, és hogy mindenben bőséggel legyetek arra, hogy aztán adjatok tovább, és adjatok tovább, és adjatok tovább. És aztán mindez háladást, és még több kegyelmet szül másokban. És ez Isten csodálatos munkája. Oké? Amen? Amen. Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Igen, köszönjük, dicsérünk téged, magasztalunk téged. Köszönjük, Uram, hogy te nem egy túlzottan óvatos életre hívtál el bennünket. Köszönöm, Uram, hogy a te életedben volt egy kegyelem. Abban az értelemben is, hogy egy ilyen nagy lelkűség, egy szeretet, egy odaadás, egy túlmentél azon, ami elvárható. És hogy a mi életünkben is. Uram, hadd jellemezze ezt a családjainkat, ez a kegyelem. Hadd jellemezze a házasságainkat, ez a kegyelem. Hadd jellemezze a Krisztus teste életünket, ez a bőséges kegyelem. Hadd jellemezze, Uram, így a küldetésünket, az elhívásunkat, a célunkat, az, hogy adunk, és hiszünk, Urunk, és hiszünk. És hogy nem akarunk, Urunk, így beszorulni, így a saját természeti gondolkodásunkba, a saját emberi kis szűk gondolkodásunkba, ahol azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a középpontban, mi vagyunk a bölcsek, meg mi vagyunk a nagyok, meg mi már tudjuk, meg nekünk már benőtt a fejünk lágya. Hanem azt mondod, legyetek olyanok, mint a kisgyerekek. Azt mondod, higgyetek, bízzatok, csodáljatok.
osszatok meg. Hadd jellemezzen benneteket ez a kegyelem. Igen, Uram, segíts nekünk ebbe, annyira szükségünk van rád, és a te túláradó életedre, hogy hallottuk, és köszönjük neked. És dicsérünk téged, magasztalunk. Amen. Amen. Amen.